Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Sportforum című műsorunkat látják. Lassan-lassan vége a nyárnak, és valamennyi csapat megkezdte már a felkészülést a következő szezonra. Nem kivétele az alól a PVSK női utánpótlás vonala sem. Ez lesz mai beszélgetésünk fő témája. A PVSK szakosztályvezetőjét, Tiszai Lászlót köszöntöm itt a stúdióban. Szia, Laci! Szervusz! Jó, hát ahogy elmondtam a felvezetőben is, már javában edzenek ugye a lányok, hát és ez még mind semmi, ahhoz képest, ami vár, ugye rájuk lesz itt most hétvégén például egy kupa, valamint toborzót is tartotok majd. Menjünk szépen időrendi sorrendben, mi történt a klub házatáján a nyáron? Hát igen, a tavalyi szezon, hosszú szezon után, ugye július az nagyjából mindenkinek egy hónapos szabadsággal telt, augusztus 1-től a kadettok már elkezdtek dolgozni, ugye Messler Balázssal, hozzájuk rá egy hétre a Debreceni Eszterrel a juniorok csatlakoztak, és fokozatosan utána a gyerekek, a kenguruk elkezdték alapozó edzéseket, ugye a PVSK csarnokban és az atlétika pályán zajlottak ezek a foglalkozások. Az iskolai csoportok ugye most szeptember 1-e pont szombat, de ugye akkor 3-a hétfőtől iskolában elkezdik az edzéseket, úgyhogy most már lassan mindenki újra munkába állt, dolgoznak ezerrel, úgyhogy készülnek nagyon erre a hétvégi tornára, ugye ez lesz az első olyan megmérettetés. Most pont keddi napon volt egy edzőmérkőzés a Komlóval, hagyományosan évek óta mindig a Komlóval játszik az első meccset, és most hétvégén pedig azért itt egy rangosabb tornán veszünk részt, amit az egyesületünk szervez. Hogy sikerült az első felkészülési mérkőzés? Hát én azt mondom, hogy nem volt kérdés ugye itt a győzelem, de nem is nagyon számított, hogy most képpen nyerünk, vagy veszítünk. Tehát az első meccsen pont a Csirke Feri, ugye az NB1-es fiúcsapat edzője is nemrég nyilatkozta, amikor Bonyháddal játszottak, hogy teljesen lényegtelen az első mérkőzéseken az eredmény. Az erő állapot volt itt a legfontosabb, és a játékosok mentalitását, hogy az edzők már most lássák, hogy első meccstől kezdve milyen hozzáállásban játszanak, de abszolút elégedettek lehetünk, úgyhogy a hétvégét is bizakodva várjuk. Mert többször beszéltünk arról, hogy ezeknek a korosztályoknál nem annyira jellemző a nyári játékos mozgás, de azért nem múlt el ebben a tekintetben sem eseménytelenül. Ugye a nyári is, itt most nem csak az NB1-s csapatra gondolok. Igen, a tavalyi szezonunk ehhez a nyári mozgásokhoz képest sokkal nagyobb mozgásokat tartalmazott, vagy volt benne. Idei évben azért érkezőkről keveset, tehát érkezőnk nem volt konkrétan. Távozónk viszont úgy néz ki, hogy azért van, akik annyira nem szakadnak el tőlünk, tehát korosztályos csapatban is valószínűleg az NB1-ben vissza tudnak játszani. De itt ugye a városban a PTL Peac NB1-es csapatánál kezdték meg az alapozó edzéseket. Itt három fő ről beszélhetünk, akik most jelenleg ugye a PVSK kötelékében vannak, de ugye itt az egyesület, tehát az NB1-es csapathoz fognak valószínűleg tartozni, ez még a jövő zenéje. De a tavalyi NB1, tehát a tavalyi junior bajnok csapatunkból, ugye ha csak egy 12-es keretet nézünk, abból ugye 6-an, azon 6 fő ott van most a Peacnál, tehát magáért beszél, tehát a tavalyi bajnok csapat az egy kicsit most úgy szétesni látszik, visszajátszás junior bajnoksága természetesen lesz. Itt azon dolgozunk, hogy az NB1-be is minden gond nélkül mehessen, tehát le tudjuk játszani ugyanezekkel a játékosokkal, de maga az alapozó edzések most egy kicsit megfogyatkozott létszámmal folynak. Épp ezért a Debreceni Eszter és a Balázs ugye együtt dolgoznak, tehát a csapatok most a kadett junior kicsit vegyítve lettek, hogy a megüresedett helyeket most a kadettból feltöltsük. Most egy kicsit ilyen vegyes csapatot alkot még ez a két korosztály. Van-e bármiféle megállapodás abban a tekintetben, hogy milyen szerepet játszik majd a PVSK utánpótlás csapata csapatai a felnőtt csapatoknál? Mert ugye tudjuk, hogy a már megszűnt Pécs 2010 csapatában jó néhány játékos szerephez is jutott, és ott edzett folyamatosan. Most van-e bármiféle megállapodás? Hát erről nagyon nem beszélnék, folyamatban vannak ezek az egyeztetések. Biztos vagyok benne, hogy mindenki számára megfelelő eredménnyel fog ez zárulni, de a legfontosabb, hogy itt hogy a játékosok, és jelenleg az utánpótlási játékosok játszhassanak. Tehát véletlenül se abban a helyzetben kerüljenek, hogy nem kapnak megfelelő edzés vagy mérkőzés lehetőséget. Nyilván ez a felnőtt csapatnak is az érdeke, és a mi utánpótlási érdekünk is ez, tehát folyamatban van ez az egyeztetés, és azt gondolom, hogy itt napokon belül talán itt nyilvánosságra lehet majd hozni egy-két részletet. És ezeket a játékosokat éppen tudjátok majd pótolni, vagy esetleg majd onnan vissza tudnak majd játszani? Hát arra törekszünk, hogy visszajátszás az megoldható legyen, itt ehhez kell majd egy-két egyeztetést tenni a szövetséggel is, de valószínűleg ez meg fog oldódni. Tehát nyilván mind a két félnek az az érdeke, hogy a saját kis
területén belül eredményes legyen, ezt mindenkinek tiszteletbe kell tartani, és azon belül kell egy kicsit közelíteni az álláspontoknak, úgyhogy én szerintem itt ezzel nem lesz gond. Számos korosztály érintve vonja a PVS-kánál, a hölgyeknél is. Történt-e bármiféle változás most így a nyáron, ami a bajnokságokat illeti a lebonyolítási rendszert? Mire számítottak a következő szezonban? A lebonyolítási rendszerben sok változás nem volt. A korosztályok tekintetében annyi változott, ugye a junioroknál a 94. január 1 utáni határidőt, vagyis hát onnantól kezdődött ugye a junior korosztály, azt kitolta a szövetség 94. június 1-re. Ugye ebből nekünk ennek a hátrányát mi megérezzük elég szépen, ugye a Szamosi Amadea, Besenyei Zsófi, Baladorottya, és még egy pár, ugye, akik a korosztályváltás miatt már nem korosztályos játékosok, ők ugye nem fognak tudni junior csapatba játszani. Ezen kívül a kadett bajnokságban maradt a kiemelt rendszer, ahogy tavaly is volt, majdnem minden hétvégén, hétköznap meccsek, utazunk, itthon rendezünk, tehát ez elég nagy menet lesz. Az alsó korosztályokban ott maradt nagyjából ez az évek óta megszokott havi, hát havi 3-4 hetente azért van egy-egy nap, ott azon a napon két meccset játszik a gyerek és kenguru csapat, tehát az nem egy ilyen kemény menet, ott inkább a hétközi edzések, amik megerőltetőek lehetnek majd. Háttér, stabil? Azt mondhatom, hogy stabil. Tehát a teljesen nyilvános adatok ugye itt a társasági adó kapcsán, az Egyesület is megkapta a határozatot a kosárlabda szövetségtől. Most ezeknek a pénzeknek a begyűjtése van úgymond folyamatban, de azt abszolút mondhatom, hogy stabil és megerősödve várjuk a következő szezont. Igen, Szerpán István, a PVSK elnöke ült abban a székben néhány nappal ezelőtt, és mondta, hogy bizony az utolsó pillanatban érkezett ez a segítség. Igen, ez nagyon sokszor sok médiában már elmondtuk, hogy ugye olyan kevés bevétele volt az utánpótlásnak a tagdíjakon és egyéb kis összegeken kívül, hogyha ez a tavaly évben nem érkezik meg ez az óriási lehetőség a sportba, akkor lehet, hogy most nem ülnénk itt, és ez nem túlzás, mert tényleg olyan költségei vannak most már egy utánpótlásnak is, mint akár egy kisebb NB1-es csapatnak, tehát nagyon nagy költségek, akár az utazás, most már a terembéletek is. Nem egy helyen hallottuk vissza, hogy ilyen megnövekedett anyagi feltételek után egy-két teremben megnövekedett a terembéleti díj is, tehát ez nem Pécsről van szó, de ilyenek is vannak, tehát nekünk alkalmazkodni kell itt a növekedő összegekhez, úgyhogy, de azt mondhatom, hogy rendre megálljuk a helyünket. Ti esetetekben hány lányról beszélhetünk egyébként? A mi esetünkben ez nagyon szép növekedés volt. 2011 júniusában 80 fővel indultunk, és akkor még ugye egy bázisiskolával. Most 2012 júniusára 160 fő közel, tehát 156 fő volt pontosan, és fiú-lány van közel, jól viszont 10 bázisiskolával, tehát óriási emelkedés és erősödés volt a tavalyi évben. Úgyhogy ezt a tendenciát mindenképp szeretnénk folytatni. Ugye ez évek múlva majd meghozza maga eredményét, ugye itt az alapoknak a szélesítése, minél több gyerek közül tudjuk majd kiválasztani a legjobbakat, és ugye a legjobbakat tudjuk majd ugye a mindenkori pécsi csapat felé irányítani. Beszéljünk egy picit a hétvége programjáról. Ugye PVS kupa lesz, és nem az első. Igen, ez most már lassan a 10. felé közeledünk, úgyhogy most már hagyományos. Ugye ez a 8. PVSK női kosárlabda torna, a tavalyi Varga Feri bácsi halála miatt ugye ez már a Varga Ferenc emléktornává nőtte ki magát. Ismét próbáltunk egy rangos tornát szervezni, idén ugye itt a junior és a gyerek csapatokat hívtunk meg. 4-4 csapat érkezik, a junioroknál jön Budapestről a BSE, a Szolnok és a Nagykanizsa, a gyerekektől pedig a Szekszárd, a Kaposvár és nem utolsó sorban Pécsről a Rádh Géber Akadémia korosztályos csapatát hívtuk meg, úgyhogy bízunk benne, hogy sok látogatója lesz ennek az eseménynek, és hogy megfelelően szolgálja majd a felkészülését mindenkinek. Milyen múltra tekinthetünk vissza pécsi szemszögből ezekre a tornákra? Sikeresek voltak? Abszolút sikeresek voltak. Tavaly évben megnyertük tavaly junior és kadett korosztály volt, ott junioroknál megnyertük, de mint ahogy mondtam, itt a felkészülő időszakban nem is azért szervezünk, hogy most mindenképpen mi kapjuk majd az aranyérmet vagy a kupát. Jó játék lehetőség mindenkinek, de természetesen mivel ugye rendező egyesületként szeretnénk itthon tartani egy szép címet már rögtön az év elején. Ez ellenfelek kiválasztása hogyan történt meg egyébként? Állandó ellenfelekről van szó, tehát mindig ezek a csapatok jönnek, vagy? A Nagykanizsa és a Szolnok esetében állandó, ők már harmadik éve visszajáró vendégeink. Ugye itt külföldi csapat is képben volt, sajnos nem jött össze ők az év tovább, tehát január körül szervezünk majd ismét tornát, az már nemzetközivé fogja magát kinőni.
a gyerekkorosztályban ott mindenképp arra törekedtünk, hogy erős csapatok legyenek, és olyan erős csapatok, akik közel vannak. Tehát itt a Szekszár és a Kaposvár is azért megfelelő játékerőt képvisel, és ugye nem utolsó sorban ismét említem az akadémia csapatát, Füzesi Gáborékat, akikkel tavaly is azért játszottunk jó mérkőzéseket. Ugye színvonalra nem hiszem, hogy színvonal nem lesz gond. Nem tudom, említettük-e a helyszínt, hogy hol lesz? A helyszín a Gandhi Sportcsarnok, természetesen a szokásos PVSK-s mérkőzések helyszíne. Lehet-e valamit tudni egyébként ezekről az ellenfelekről? Mert azt tudjuk, hogy nálunk ugye milyen változások történtek. Mit lehet tudni az ellenfelekről, hogy zajlik náluk a kosárlabda élet? Mennyire figyelitek őket? A junioroknál volt, a junior csapatnál ugye BS-e, aki meghívottként. Önálluk hasonlóan volt korosztályváltás miatt kisebb szétesés, tehát ők is számunkra, én azt mondhatom, ismeretlen csapattal érkeznek. Hozzátéve, hogy a Budapesten most a Ferencváros felnőtt csapata megszűnt, nem tudni pontosan mi a helyzet, és abból a csapatból ketten a BSU-ben folytatják a pályafutásukat, tehát megerősödve, de egyben meg is gyengülve, nem tudjuk pontosan, hogy milyen esélyekkel. Kis pikantériája lesz azért ennek a találkozónak. Tavaly Budapesten, amikor az országos döntőbe jutottunk, pont a BSC-nek a mi meccsünkön kellett volna nyernie, ahhoz, hogy bejusson a pécsi döntőbe, és ugye mivel mi egy ponttal nyertünk, ez nekik nem jött össze. Úgyhogy egy kicsit lehet, hogy vissza akarnak majd vágni itt a sérelmekért. És neves edzővel érkeznek egyébként, az idei évtől Károly Andrea vette át a csapatot, akit ugye nem kell bemutatni pécsieknek. Elintetted, hogy jól szolgálja majd a felkészülés, de hát ott voltam én nem egy PVS kapuban, és hát bizony eléggé presztízs kérdés szerintem egy ilyen összecsapás. Igen, mondtam, hogy nem az eredmény a fontos, de azért a meccs közben csak elég jön. Tehát azért ott a fejekben az a BS meccs, az, amit januárban vagy februárban, nem tudom, mikor játszottunk Pesten, az egy óriási élmény volt, játékosok is ezt mondták. Az egy pontos meccsnek biztos, hogy most azért ott lesz egy kicsit a fejekben. Főleg a BS-ét mondanám, hogy esetleg ők próbálnak kicsit visszavágni, de mivel nem tudjuk, hogy milyen csapattal érkeznek, még ez bármi előfordulhat. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Nem lesz az egyetlen programotok, hiszen szeptember 8-án, ha jól tudom, tartotok egy toborzót. Így van, az elmúlt években ugye az iskolákban rendszeresen jártunk, most viszont szerettünk volna egy város megmozgató eseményt szervezni. Ennek az előkészületei folyamatban vannak. Ez szeptember 8-án lesz a Lauber városi sportcsarnokban. Minden iskolás, általános iskolás fiú és lányt várunk, tehát az általános iskola első 8. osztályáig mindenkit szeretettel várunk, 10 órától regisztráció lesz, ugye itt felveszünk az adatokat, a megfelelő edzőhöz, csoporthoz irányítjuk őket ott helyszínen, és nagyon fontos kiemelni, minden résztvevő kap majd egy PVSK-s ajándéktárgyat, ez majd a helyszínen kiderül, hogy mi lesz. Lesz fiúvonalról, úgy néz ki a serdülő csapatnak bemutató edzése, lányvonalról a gyermekcsapatunk tart majd egy kétszer fél órás bemutató edzés, és mellette labdás feladatok várnak majd a résztvevőkre, és utána esetleg aki érdeklődik és szeretne folytatni, tudjuk irányítani az iskolai csoportjainkhoz. Még annyit tennék hozzá, hogy neveket nem mondva, de férfi és női felnőtt válogatott pécsi, nem pécsi játékosok lesznek meghívva, tehát velük lehet majd esetleg aláírás, fotózkodás, egy kicsit a gyerekeknek a sztárokat próbáljuk elhozni. Ami pedig a szakmai részét illeti ilyen fiatal korban, szerinted ki lehet szűrni a tehetségeket, vagy mi az, amit elsősorban ilyenkor néztek? Hát erre a Peca tudna konkrétan választ adni, de nyilván itt a labdaérzék és az ügyesség, mozgás, koordináció milyen fejlett. Ugye első osztályban még erről nagyon nehéz beszélni, tehát ez van, hogy 3.-4. osztályban derül csak ki, de már az, hogyha el tudja kezdeni a gyermek az iskolában, akkor onnantól kezdve már az egy nyílt út vezet neki az utánpótlás csapatainkba. Én bízom benne, hogy azért a tavalyi évhez hasonlóan, ahol sok külsős iskolába tudtunk behozni gyerekeket, most idén is lesz rá példa, és sokan jönnek el. És amennyire fontos, hogy a gyerekek jelenlét a szülők sárt, hogy ott vannak, hiszen félszemmel, ha jól tudom, akkor persze, az edzők is. Tehát edzők a gyerekek nézik a gyakorlatokat, a szülők pedig szurkoljanak a gyerekeiknek, úgyhogy minden. Ez egy családi program, délelőtt 10-től 2-ig tart, úgyhogy nem veszel egy egész napot, utána lehet menni tovább a hétvégére. Úgyhogy reméljük, hogy megtöltjük a csarnokot. És nem csak a szurkolás szempontjából fontos, hogy ott lennek a szülők, hiszen az edzők, ha jól tudom, akkor nézik a szülőket is, hogy milyen termetűek, mire számíthatnak. Igen. Majd egy gyerekkel kapcsolatban. Igen, sokszor előkerül, hogy esetleg szülő, nagyszülő, milyen magas ez. De volt már olyan is, hogy magas volt, és utána a gyermek egy kicsit kisebbre sikerült, úgyhogy nézzük a szülőket is, de ugye legfontosabb a gyermeknek a mutatott játéka is, hogy ott mit produkálnak majd.
motiváció gyanán tudnál esetleg mondani olyan neveket, akik most nagy névnek számítanak, és ilyen toborzókból kerültek ki? Tehát pontosan toborzókból kerültek ki, arra most mérget nem vennék. Viszont akik, ha most csak a Peacot említenénk, Cukortünde, ő is ugye még PVSK-s volt, Szamosi Amadea, Csutorás Farni, Balla Dorottya, Rausch Vivien, Sánta Petra, Szűcs Réka, ugye az említett junior csapatból, ugye Raksányi Kriszta, aki Győrbe igazolt, ő is ugye a sportiskolába kezdte, utána került át hozzánk, Keller Mackó, aki ugye most már az aktív pályafutást befejezte, Fegyverneki Zsófi, tehát itt most nem akarok senkit kihagyni a sorból, de lehetne hosszasan sorolni, akik még annó vagy Feri bácsi kezei alatt, vagy hát a pécsi utánpótlás és a PVSK-ból kerültek végül ki. Mennyire népszerű szerinted a gyerekek körében manapság a kosárlabda? Mert említetted, ugye nőtt nő, hál' Isten a számuk nálatok is, azért mégis mit lehet leszűrni szerinted így a városban? Én azt mondom, hogy abszolút a városban. Ez a, most ugye az, hogy két ilyen nagy egyesület is van a városon belül, ugye eddig volt a Társi, az is egy abszolút rivális klub volt, egy jó értelemben vett rivális klub, ugye most az Akadémia is felépíti a maga rendszerét és tagjait, nálunk is ugyanez folyamat van, ez abszolút jót tesz a kosárlabdának. Nem, sokszor előfordul egyébként, hogy nem is kell toborozni, hanem már szülőkön, barátokon, iskolában, főleg telefonszámok azért mennek körbe, és felhívnak, hogy éppen hova, mikor lehet menni edzeni. Ugye a szövetségnek van egy új pályán programja, ami ezt tartalmazza, hogy a tömegesítés minél szélesebb legyen. Ugye ez hosszú évekre múlva lesz meg ennek majd a hatása, de azt mondom, hogy Pécsen elkezdődött egy pozitív folyamat, és ez abszolút örömteli. Ami pedig a szurkolókat illeti, kényes kérdés lehet, mire számítasz a következő szezonban? Mert sokan mondják, ugye, hogy két pécsi érdekeltségű csapat is van most az NBA egy alcsoportban, a hölgyeknél. Sokan rivalizálásra, ellenségeskedésekre számítanak. Igazából beszéltünk mind a két féllel, ott mind a ketten pozitívan nyilatkoztak erről, hogy legalább két csapatot láthat a kosárlabdát szerető pécsi közönség, de hogy látod, milyen hát, lesz a következő szezon? Hát, ha két pécsi csapat lesz, akkor nyilván a szurkolókat egy kicsit ez meg fogja osztani. Nyilván mindenkinek maga szíve joga majd eldönteni, hogy melyik félnek szurkol. Én inkább az utánpótlást emelném ki, hogy ugye abból, hogy ilyen nagyobb létszámmal foglalkozik mindkét pécsi gárda, és itt ugye nyilván magunkról beszélek, itt nagyon fontos lesz az, hogy az alsóbb korosztályokat, akik fölkerülnek esetleg korosztályos csapatokba, az ő helyükre ne csak egy, hanem több gyereket tudjunk pótolni, és ezáltal már jövő évre akár a 190-200 fős taglétszámot is elérjük, mert hogyha ez 2-3 év múlva ez folyamatosan így önmagát tudja generálni, akkor utána a korosztályos bajnokságban én azt gondolom, hogy abszolút eredményesek lehetünk. A felnőtt csapatoknak sok sikert kívánunk, azért nagyon nehéz szezonjuk lesz itt látva az országos csapatok akár anyagi helyzeteit, de hát az igazolásokat is. Meglátjuk évvégén, hogy végeznek. Beszélgetésünk végén akkor még egyszer pontosan, hogy két programról, ugye az egyik az most hétvégén lesz. Így van, a szombat-vasárnap a Gandiban, mindenkit szeretettel várunk, ez ingyenes, tehát jöjjenek szurkolni a gyerekeknek. A másik pedig egy toborzó. Szeptember 8, Lauber sportcsarnok, ott is mindenkit várunk. Már csak egy kérdésem maradt, milyen következő idényre számít az összes csapatot belevéve az előző szezon? Az elég szépen sikeredett, ugye, ha csak a juniorokat mondom. Igen, hosszúra. Nagyon hosszú lesz. Ugye itt a junior az körülbelül 13 meccsen le fog zajlani, tehát nem is az lesz a hosszú. Mellette akár itt az NB1B kadett, gyerekmeccsek, kenguru meccsek, iskolai csapatoknak ilyen házi bajnokságot szeretnénk szervezni. Úgyhogy én azt mondom, hogy szeptember közepétől kezdve május végéig nagyon szabad hétvégénk nem lesz, de ezt szeretjük, úgyhogy csináljuk. Sok sikert kívánok akkor nektek. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportfórum. Holnap várom önöket ugyanitt, ugyanebben az időben, addig is minden jót, viszontlátásra.